Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Itt valóban napirend után szűkebb hazám Pécs és Baranya problémáiról szoktam beszélni, ezt most is így fogom tenni. Ugyanakkor egy olyan probléma rendszerről beszélek, ami mondhatjuk, hogy országos jelentőségű, tehát nem csak az én térségemre érvényes az a probléma halmaz. Ugye az elmúlt hónapokban, illetve már a koronavírus járvány első hullámában is, sokszor hallhattuk miniszterelnök úrtól, hogy első és legfontosabb az ember élet védelme, a védekezés, ezzel tökéletesen egyetértünk, ugyanakkor biztosítani kell az ország működését, biztosítani kell a legfontosabb közszolgáltatások működését. És azt is tudjuk, hogy ebben kiemelkedő szerepe van az önkormányzatoknak, egyrészt a védekezésben, és másrészt a legfontosabb, az emberek számára minden napokban a legfontosabb közszolgáltatások biztosításában. És láthatok azt is, hogy az első hullám idején is, és most a második hullám nagyon nehéz időszakában is az önkormányzatok mindent megtesznek, és mondhatjuk, hogy sok esetben erejükön felül veszik ki részüket a védekezés munkáiból, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ezeket a közszolgáltatásokat biztosítsák. És azt is láthatjuk, hogy párhuzamosan sajnos a kormány, mondhatjuk, hogy szinte folyamatosan ellenségnek tekinti az önkormányzatokat, és brutális megszorító intézkedésekkel sújtja azokat. De nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ezek a megszorító intézkedések, ezek nem a városok, nem az önkormányzatok ellen irányulnak, illetve ezek ellen irányulnak, de konkrétan nem őket büntetik, hanem az ott élő embereket büntetik ezzel. És láthatjuk azt, hogy az egyik legfontosabb közszolgáltatás a közösségi közlekedés biztosítása, tehát a helyi közösségi közlekedés biztosítása önmagában is egy óriási és megterhelő feladat, főleg a nehezebb anyagi helyzetben lévő vidéki önkormányzatok számára. Ugye minap miniszterelnök úr bejelentett intézkedései között sorolt, hogy a kormány megfogalmazta a döntését, miszerint sűríteni kell ebben a járvány sújtotta időszakban a közösségi közlekedés járatainak a gyakoriságát. Ezzel tökéletesen egyetértünk, hiszen egy ilyen intézkedéssel lehet csökkenteni a jól látható, mindennapokban jól látható zsúfoltságot. Ugyanakkor megfeledkezett miniszterelnök úr arról, hogy éppen a kormány javaslatára az országgyűlés konkrétan a közösségi közlekedés, a helyi közösségi közlekedés a rendszerint érintő megszorító intézkedésekről döntött ebben az évben, tehát gyakorlatilag kivonult az állam a helyi közösségi közlekedés finanszírozásából, és ezzel magára hagyta az amúgy is a feladatokkal nehezen megbirkózó városokat és önkormányzatokat, a legfontosabb közszolgáltatás fenntartásának feladatának az ellátásában. És azt külön el tudom mondani, hogy szűkebb hazámban, városomban, Pécsen amúgy is igen nehéz helyzetben van a közösségi közlekedés, és mondhatjuk, hogy ez már egyfajta rendkívül negatív és szomorú történelmi tradíció is. Ugye itt nem csak a rendkívül nehéz gazdasági helyzet, hanem a különböző városvezető rezsimekhez tartozó korrupciógyanús ügyek is nehezítették a közösségi közlekedés rendszerének fenntartását és fejlesztését. Ugye a balliberális MSZP-SZDSZ vezette időszakban a busz eladási, busz kiszervezési botrány következett be, ugye ennek következményeként komoly NAV-bírságot kapott a város, aminek a hatásait mai napig lehet érezni. És elmondhatjuk, hogy a Fidesz által korábban ígért elszámoltatás elmaradt, az emögött a botrány mögött álló politikusok nevét azóta sem ismerhettük meg. De elkövetkezett 2009-ben egy váltást követően a Fidesz időszaka, ahol újabb korrupciógyanús és korrupciótól mondhatjuk, hogy korrupciótól bűzlő ügyek jellemezték a közösségi közlekedés rendszerét. Ugye 2015-ben pótolni kellett a flottát, és akkor már eleve egy rossz gazdasági döntést hoztak a város akkori kormánypárti fideszes vezetői, hiszen a folyamatos pótlás, a jármű összerakó kapacitások telepítése helyette egy flotta, egy használt buszflotta megvásárlására hoztak döntést. Ugye ekkor 2015-ben ez a Hollandiából beszerzett flotta átlag életkora már kb. 8,5 év volt. Ez több mint 3 milliárd forintot jelentett a pécsi adófizetőknek. Ugye ezt a beszerzést magát is hát a korrupciótól messziről bűzlő módon hajtották végre. Ez ügyben én annak idején meg önkormányzati képviselőként rengeteg belső vizsgálatot indítottam, majd később feljelentést tettem, amelynek nyomán végül is elindult az eljárás. Sajnos sok évbe telt, mire eljutottunk odáig, ahol most tartunk, tehát bírósági szakaszban van az ügy. Én most is azt tudom mondani, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt a valós felelősök nevét fel tudjuk deríteni, és azok a politikus bűnözők is név szerint megismerhetők legyenek, akik emögött az ügy mögött nyilvánvalóan ott vannak. Másik oldalról viszont biztosítani kell a közösségi közlekedés jármű flottájának a fejlesztését, és biztosítani kell a működését. Ezért elvárjuk a kormánytól azt, hogy vonja vissza azt a megszorító intézkedést, ami lehetetlenné teszi, hogy azt az intézkedést, amit a miniszterelnök úr a napokban bejelentett, tehát a járat sűrítést, az önkormányzat el tudja végezni. Továbbá a hosszú-hosszú évtizedek óta késő közlekedési reformot és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket is végre kell hajtani. Konkrétan törvénymódosításokra van szükség, hogy a közösségi közlekedés rendszerét egy teljesen más egységes rendszerben lehessen újra gondolni, tehát össze lehet kapcsolni egy egységes rendszerben lehessen szervezni helyi és a helyi közösségi közlekedést, Pécset, Komlón,
és a környék kis településeink, Kozár-Misleyben élők érdekében így lehet egy sokkal jobb, a jelenlegi rendszer képest olcsóbb és sokkal jobb szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszert biztosítani. Én bízok benne, hogy a nem sokára ismét beterjesztett javaslatunkhoz nem csak ellenzéki, hanem kormánypárti országgyűlési képviselők is csatlakozhatnak, és sikerül végre ezt a nagyon-nagyon fontos problémát megoldani. És köszönöm szépen ennek úr türelmét.